Vendégünk Szabó Máté ombudsman, jó estét kívánok. Gyakorlatilag itt a kollégám ebben az úgynevezett előzetesben összefoglalta az ön legfőbb problémáit. Mikor és hogyan kellett volna fölkészíteni a lakosságot arra, hogy mi vár rájuk? Hát arra konkrétan, hogy majd március 15-ig ilyen sok hó lesz, arra nem lehetett, tehát ez nem elvárható, ne higgye senki, hogy erről beszélünk. Arról beszélünk mi, hogy a katasztrófavédelemnek volt egy nagy centralizáló átszervezés, egy gigantikus nagy gépezet jött létre, egy megagépezet, ami az összes helyi tűzoltóságot, és hát sok egyéb mindent magába foglal. Bár ne jött volna létre ilyen nem gigantikus mondanám, nagy gépezet? De az ilyen nagy gépezeteknek veszélyei vannak, ugye főleg a kommunikáció, polgár közeli ugye megjelenés, ezek olyan dolgok, amiket az ilyen nagy gépezetnél különösen hát szem előtt kellene tartani, és pláne egy olyan korszakban, a 21. században, amikor is ezek az individualizált kommunikációs technológia, a Facebook, Twitter, stb. Tudjuk, miről van szó, ezek gyakorlatilag azt a kommunikációs sebességet, amit ez az amúgy is bürokratikus gépezet adni tud, azt úgy lehagyják, mintha ott se lenne. Tehát föl kellene nem a versenyt, hanem használni ezeket a technológiákat, építeni a civil hálózatokra tudatosan, stratégiailag. Na most a felkészítésben sok szakmai jelen van. Például a Kokert, ugye az a bizonyos mentősáv, amit középen ki kell hagyni. Ezt meg kell tanítani a keresztbe az autósokat, hogy ha ilyen eset van, akkor ti két oldalt álltok, és nem az egész utat el fogjátok venni. Az egyik autós balra, a másik jobbra, és akkor egyszer csak megnyílik az út középen a mentős. Hát ez túl szép is lenne tulajdonképpen annyi kamionnal, mert az egyik mondanunk az, hogy ez környezetvédelmi és közlekedés politikai, hogy talán túl van terhelve ez a magyar úthálózat ezzel a kelet-nyugati, észak-déli óriási kamionforgalommal, és ugye elektronikus útdíjat se szedünk, hogy miért nem, azt ugye sok év óta nem tudjuk. Ez nagyon nem fenntartható, nagyon nem környezetvédő, hát vannak sinek, és át lehetne terelni arra egy csomó olyan forgalmat, olyan teherforgalmat, ami nem tenni ennyire sebezhetővé ezt a személyforgalmat. Persze tudjuk, hogy ez extrém volt, mert március 15-én főleg gyerekekkel indultak el nagyon sokan nyugat felé, és ezért alakult ki ez a gond. Ha az ön mobilja csiripel, akkor kapcsolja ki nyugat. Nem, nekem nincsen olyanom. Hát akkor nem tudom, ki csiripel, na mindegy, egyszer majd csak abba adja. Igen. Tehát egy másik elem ugye az a útvédő erdősávok, amiből ezeken az új strádákon bizony nem sokat látunk, holott tudjuk, hogy van környezetvédelmi nagyon komoly tervezés, fenntarthatósági tervezés ezeknél a strádáknál, és nem jönnek ilyen erdősávok létre, amik egy adott esetben védhetnék a embereket. Ez mind nagyon jó, de például egy ilyen erdősáv telepítés, hát ön szerint mennyibe kerülne? Hát honnan lenne erre pénz? Hát nézze, mikorra válnának erdővé azok a csemmeték, amelyeket hát, oda telepítenek. Addig nem is fognak, mi nem gondolkozunk rá, és nem tesszük meg az első lépést. Ilyen alapok, akkor semmibe se kezdjünk be, minden nehéz. Na most, amikor egy ilyen nagy gépezetet centralizáltan létrehozunk, akkor a felelősséget is megnöveljük. Tehát az emberek bizonyos értelemben joggal támasztottak fokozottabb követelményeket egy új egyenruhával, új gépkocsi parkkal rendelkező katasztrófavédelem irányába, és hát főleg a panaszok, amik bejöttek hozzánk, azok arra irányultak, hogy bizony sok-sok ideig ők nem láttak hivatalos embert, ővelük az tartalmi kapcsolatban nem lépett, hát ezt a bizonyos SMS-t is elég mondjuk sok értelműen hát másnap délelőtt magyarázták, igen. Hát tehát nem erre vártak, nem erre vártak. De hát érdekes mondani, hogy nem csak az volt a probléma, hogy ahogy ön említi, a Facebook hiányzott, meg a Twitteren való üzengetés, hát egyszerűen az autórádión keresztül se üzentek, ami 20. századi találmány, és az sem működött. Hát itt a krízis kommunikáció van, ez egy szakma, tehát ezt neki profi módon tudni kellene. Na de ön is tudja, hogy tavaly volt egy próba erről, hogy mi lesz akkor, ha majd katasztrófa lesz. Hát ez volt mi az is részt próba. Vettünk abban igen, a próbában, igen, az ATV is, de semmi nem történt. Nem, hát sajnos nem úgy futott ez a dolog, legalábbis a polgárok érzései szerint, ugye körülbelül 100 panasz érkezett, nagyon hasonlóak, tehát valóban ezt a kapcsolatfölvételt, a gondoskodást, a hatóságnak egyáltalán a jelenlétét kifogásolják, és hát különösen a sok gyerekkel, több gyerekkel utazók hát nem kaptak külön mondjuk állami úgymond támogatás, segítséget, társadalmit igen szerencsére sok esetben, tehát a civil kapcsolatok jól működtek, és hát rengeteg külföldi, ugye főleg hivatásos gépkocsi vezető, kamionos, aki hát nyelvileg elveszett volt, ha nem segít rajta, nem tudom, egy győri civil rádió. Igen, tehát, mert mondták, hogy a külföldi miért hajtott föl az autópályára? Na de ki mondta neki, hogy ne hajtson föl? Hát, így van, hát szóval erre föl kell készülni, ha tudjuk, hogy mennyi kamion jár itt, akkor azokkal kommunikálni kell tudni.
Hát persze ugye valóban lehet, hogy van, akivel még így is nehéz, de hát rá kell készülni ezekre a dolgokra, és hogyha van egy nagy szervezetünk jelentős forrásokkal, akkor nagy elvárásaink vannak, és hát nagyon csalódtak sokan ebben a vonatkozásban. Arról mi volt a véleménye, amikor Pintér Sándor belügyminiszter a bizottságban, ahol ő a jelentését ismertette, azt mondta, hogy na de kérem szépen, nem volt atomtámadás, nem fagyott meg senki, nem hűlt ki senki, nem halt meg senki, akkor mit akar? Hát örülünk, ezt én teszem hozzá, hogy akkor mit akarnak. Örülünk, hogy nem halt meg senki, de sok kilódás, panasz nálunk is lecsapódott, másutt is, ugye ezeken a közösségi médiákon, a médiákban. Tehát nem lehet ezt bagatellizálni. Másrészt hát a véleményem. Hát egy egyenruhás szervezet vezetése mindig azt mondja, hogy jól dolgoztatok, fiúk, mindent bedobtatok, öröm ezt hallani. Mindazonáltal mégsem volt ez elég hatékony, mégsem volt ez meggyőző igazán, úgyhogy mindenki azt érezte volna, hogy ez a katasztrófa szervezetőt megsegítette volna. De önnek nem volt az az érzése, hogy azért nem ismertek el semmilyen hibát, mert ha elismertek volna, akkor ennek lett volna személyi konzekvenciája? Hát ezt lehet sokféleképp nézni, van egy ilyen mundérbecsülete logika, ami majdnem mindig működik, és aztán vannak nagyon csúnya ügyek, lám például ez az izsáki, ugye hát kényszervallatásnak tűnő ügy, akkor viszont azonnal komoly büntető lépések vannak. Hát a kettő igen, feljelentették a halottat például, igen, hát olyan, komoly nem pont erre gondoltam, volt. Tehát a kettő közt meg kéne találni azt a pontot, hogy a hatóság folyamatosan foglalkozzon az ő polgárközeli, polgárbarát, európai, mert ugye külföldiek is vannak arculatával, és akkor ez a katasztrófa ez nem csak a gépből álljon, hanem az emberből is. Na most valószínűleg talán ezt hiányolták leginkább, hogy az a bizonyos emberi arc nem jelent meg feléjük, hát csak a másik ember, ami nem csak, mert az nagyon jó, csak igen. Hát ezt várjuk a katasztrófa védelmet. Hát fantasztikus történeteket lehetett hallani egyénekről, akik segítettek. Most a győri rádiósoktól kezdve tanyai embereken, akik odavitték a teját, meg a zsíros kenyeret, meg mindent, szóval azért azt mondhatja, hogy ez az ország fantasztikus. Tehát itt az egyének azért borzasztóan segítik egymást. És ez nem csak az aranyágban nyilvánul meg, hanem egy ilyen szituáció. Nyilvánvalóan van a katasztrófa védelemben és a belügybe egy törekvés ennek a társadalmi körnek a megszervezésre, önkéntesség, stb. Ezt erősíteni kellene, erre fogadni lehetőséget ugye az új hát a tanulmányi rendelkezés is, a gyerekeknek is önkéntes munkát kell végezni, talán nem a katasztrófa védelemben rögtön, de mondjuk a informálásban és hasonlókban, tehát nem valószínű, hogy a március 15-i hóhelyzetekre kell fölkészülni, de hát Japánban se tudták, hogy a fukushimai atomerőművet kell majd legjobban védeni, tehát ilyen értelemben sajnos a körkörös védelem itt is, ott is igaz. Most a mai tájékoztatóján tulajdonképpen összegezte az elmúlt egy évének a működését, amit mint ombudsman kifejtett, és az ombudsmani rendszer integrációját ön sikeresnek tartotta, és ezzel kapcsolatban, vagy ezen túlmenően ugye beszélt arról, hogy 24 esetben fordult, ha jól tudom, az alkotmány bírósághoz. Ebből a 24-ből mennyi volt sikeres? Hát most a siker nehéz utólag a negyedik alkotmánymódosítás szempontjából értelmezni, kialakult ez a felülalkotmányozást, gyönyörű új magyar szó, nem is lehet elfolytani más nyelvekre, én nem tudom legalábbis. Ugye az úgy néz ki, hogy akkor az alkotmány sem mondjuk a mi, vagy nem mi, hanem a polgár vagy a civil szervezet kezdeményezését röghözkötésnél, családjognál hát elfogadja, és azt mondja, hogy ez a kötelező, majd pedig jön egy alkotmánymódosítás, amely a zárójelbe teszi. Hát érdekes volt, amikor kaptam egy levelet a Velencei Bizottságnak a főtitkárától, nagyon meghatott, hogy úgy mondjam, azt írta nekem, hogy hát látom, hogy a múlt év munkájukról megkapott egy angol jelentés, hogy jó ötlet volt ez, hogy az ombudsman fordulni az alkotmány, és büszkék vagyunk rá, amit csinál, de úgy látom, hogy ez az alkotmánymód, és az ő minden eredményét semmivé fogja tenni. Hát így nehéz a sikerről beszélni, hogyha utána zárójelbe teszik azt a sikert. Ezt mikor kapta ezt a levele? Hát ez már jó hónapja volt. Uh-huh. Jó hónapja. Brüsszelben jártam, Andor úrral is találkoztam az előző vendégével egy reggeli keretében, és ott hát futottam össze az illetővel. Na ezt csak azért kérdezem, mert ugye Répási Róbert mondta, amikor idejött a Velencei Bizottság pénteken, hogy hát tulajdonképpen ők már kész eredménnyel érkeztek, ők elfogultak voltak. Hát ezek szerint már egy hónapja tudták, hogy az ön munkáját semmibe vették. A Velencei Bizottság főtitkára ezek szerint tudta. Nem tartom őket elfogultnak, kár, hogy egy olyan szervezetet, akit mi hívunk meg tulajdonképpen, azt hiszem, hogy vizsgáljon felül dolgokat. Igen. Eleve ugye ilyen feltételezésekkel illet akárki, ez nehézé teszi a kommunikációt. Ez megint ugyanaz a probléma, mint a hóhelyzetnél, hogy úgy kommunikálunk, hogy mi tudjuk, hogy mi
úgy véljük, hogy mi egy olyan pozícióban vagyunk, hogy mi elmondhatjuk azt, hogy mit gondol a másik. Hát ez nem jó így, de én remélem, hogy a Velencei Bizottságnak a munkája az meghozza a gyümölcsét ebben a vonatkozásban is. Na most, ami az alkotmánybírósági panaszokat illeti, kettőt kiemelt, amik nem voltak sikeresek. Az egyik a gyerekjogokkal kapcsolatos két ügy, a fiatalkorok elzárásának és az iskola időben az utcán csellengő gyerekeknek a rendőri bekísérését. Erre milyen választ kapott, erre a két felvetett problémára? Mind a két esetben elutasította ezeket az alkotmánybíróság. Indoklás? Hát úgy vélték, hogy nem ütközik nemzetközi szerződésbe. Én és kollégám meg vagyunk győződve, hogy a gyerekjogi egyezménybe beleütközik ez. Valami fura módon jelent meg az egyik, nem volt ellen nyilvánosság, nem hozták nyilvánosság az ellenvéleményeket, pedig voltak vagy a külön véleményeket. Ez is egy kommunikációs hiba, súlyos egyébként szerintem, mert bennem nagyon rossz visszhangot keltett, hogy ők egységesen utasítanak el valamit, ami hát szerintem pont ellenkezőleg van. Tehát 9-0 arányban elutasították. Hát most hányan vannak időnként, azt most már nem tudjuk, mert 15 tagú, nem tudom ezt, de hát többséggel utasították el, igen. És nem volt akkor különböző, állítólag volt, mégis nem hozták nyilvánosságra. Én azt gondolom, hogy a gyerekjogok vonatkozásában nekik fejlődniük kellene. Sok kritika éri manapság az Alkotmánybíróságot, valóban nehéz mindennel kapcsolatosan felkészült döntést hozni, pláne egy olyan környezetben, rengeteg az elvárás, bizonyos értelemben a hatáskört is korlátozzák, vagy fölülalkotmányozzák a döntéseket, személycserék vannak. Ennek dacára mégis csalódottságomnak szeretném kifejezni, mert úgy vélem, hogy szóval nagyon mást vártam ettől a két beadványtól. Annak ellenére, ugye, hogy az ön ajánlásai tulajdonképpen nem kötelezőek. Tehát az Alkotmánybíróság nyugodtan azt mondhatja, hogy hát én nem veszem figyelembe, mint ahogy ezek szerint mondta is. Én is csalódhatok természetesen, és vélhetem azt, hogy ez egy nagyon jó megalapozott beadvány volt, ők meg ignorálták. Azt is elmondta itt, most idézek a beszámolójából, hogy felértékelődtek a civil és a nemzetközi kapcsolatok, miközben a parlament plenáris ülése már fél évtizede nem vitatta meg az ombudsman éves beszámolóját. Tehát 5 éve önt nem hallgatta meg a nyilván, magyar parlament? Hát bizottságok hallgat, plenárisra nem kerültem 5 éve valóban. Mindig volt van, most legutóbb az volt az indok, hogy hát ez még a 4 ombudsmannak van beszámolója, és most már csak 1 ombudsman van, tehát ez így volt. Akkor ön még várjon egy kicsit. Hát majd jövőre, amikor már 1 ombudsman, tehát ez a beszámoló legyen, amit majd megvitatnak. Én kíváncsian várom, hogy így lesz. Egyébként most voltam a visegrádi 4-ek találkozóján, ott kialakult erről egy érdekes vita, és tulajdonképpen arról jutottunk, hogy a parlamentnek nem döntésre, többségi döntésre kéne bocsájtani a mi beszámolóinkat, hanem csak megvitatni. És az nem szavazni arról, hogy elfogadja vagy nem. Azt meg nyugodtan megtehetnék. Hát megtehetnék, és a lengyeleknél ez most már így is van, tehát ott ők nem is beszámolónak, hanem tájékoztatásnak nevezik, és egyébként együtt kezelik az állami számvevőszéknek a beszámolóival, mert azt mondják, egyik a pénzügyi ügyekkel, a másik az alapjogi ügyekkel foglalkozik, és föl nem merül az, hogy lemaradhatna az ombudsmannak a beszámolója. Mikor jár le az ön mandátum? Szeptember végén. Szeptemberben. Addig még tervez különböző akciókat, alkotmánybírósághoz történő fordulástól kezdve? Azt is, akkor egy sok érdekes új projektünk, végrehajtásban, hát hátrány szenvedőkkel foglalkozó gyűlöletbeszéd másképp, a megelőzés és nem pedig a büntetésnek a kérdése. Hát volt ez a hóhelyzet vagy katasztrófavédelem, így gyermekek környezetvédelmi minősége, és hát remélem, hogy egy szép összefoglaló kötettel fogom, a 40. kötettel, ugye 6 éve ugye befejezni ezt a kiadványsorozatokat, tulajdonképpen többet, amit elkezdtem. Köszönöm szépen.